Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit. Nem akartak hősök lenni, mégis azzá váltak. Az újdombóvári bombázásra emlékeztek a település rész templománál. Az 1944. június 30-án bekövetkezett légi támadásban 12 civil, főleg vasúti dolgozó vesztette életét. Az eseményről könyvet készül kiadni egy visszaemlékező. A Dombovári Városszépítő Egyesület szervezésében emlékeztek meg az Új-Dombovárt ért 1944-es bombázásról. A II. Világháború és a 20. század legdrámaibb évében a német megszállást követően mindennaposak voltak a légiriadók. Jöttek, többször közelítették meg szövetséges gépek, amerikai angol gépek Dombovár környékét is, de igazán tragédia június 30-áig nem következett be. Június 30-án bekövetkezett az, amire igazán hát számíthattak, de szerették volna nagyon elkerülni. Ezen a napon 9 óra, 10 óra táján érkeztek délkelet felől azok a gépek, amelyek leereszkedve egész közeli magasságból elkezdték bombázni a város vasutas területének környékét, hiszen stratégiai helyszín volt Dombóvár. Maga a vasút az mindig központja volt, illetve csomópontjává hozta a problémákat is, meg az örömöket is. Minket mindig nagyon gyorsan tudtak értesíteni a szép hírekről, a jó hírekről a vasutasok, de a tragédiák is mindig ide jutottak, gyorsan jutottak hozzá, akár Pesten, akár Debrecenben, akárhol történtek ezek. Annak a napnak 12 halottja volt, egy kivételével mind vasutas volt. 20 évesek, de volt közöttük 56 éves is. Iszonyatos dráma, ahogyan a városnak ezt meg kellett élnie, hiszen azon a napon tényleg a félelem és a jajgatás, a sírás, az emberek rohantak ide-oda, keresték a hozzátartozóikat. A Nagy Boldogasszony templom falán olvashatók azoknak a civil áldozatoknak a neve is, akik munkavégzés közben vesztették életüket ezen a napon. Az emlékhelyet 1984-ben templomunk felszentelésének 50. jubileumi évében állították az újdombováriak, sok-sok áldozat vállalásával. Több évtized mulasztását akarták pótolni. Az emlékező és emlékeztető tábla addigi elmaradása, tudjuk, nem az itteniek lelkét terhelte, hanem az akkori politikai hatalomét. Az újdombaváriak ma is jogosan lehetnek büszkék a cselekedetükre, hiszen ez volt az első emlékhely városunkban, melyet a II. Világháborúban elesetteknek emeltek. Katonáknak, bombázásokban elhunyt civileknek. Másnap el is temették az áldozatokat. Kocsis László papköltő részletes visszaemlékezéseiből tudjuk ezeket. De más túlélők, szemtanúk is meghagyták az utókornak emlékeiket. Kovács Gyula könyvet írt a történtekről. Még él az a visszaemlékező, aki nem csak szeretne, hanem tud is visszaemlékezni, és nagyon pontosan tudja idézni az akkor történteket. És rábírtuk arra, hogy írja le a fiatalkori emlékeit a háborúról, és ezt most egy könyvformájában a város önkormányzata támogatásával meg is fog jelenni. És ebből egy idézet, hogy 10 éves dolgozó fiatalként hogy élte meg június 30-át. Ez tette különlegessé. Ez a személyes visszaemlékezésnek a hatása. Egy olyan, persze, hogy egy nagyon szubjektív hitelességet képviselő, így látta, ilyennek látta, így élte meg ezt a napot. Nem akartak hősök lenni, mégis azzá váltak. Korabeli források szerint Tolna megyében ez volt az első olyan tragédia a II. Világháború során, amikor civilek is életüket vesztették. A modern települések fejlesztéséért felelős kormány biztos kidolgozta a Magyar Falu programot. Ennek keretében lehetősége nyílik az 5000 főnél kisebb lélekszámú települések civil szervezeteinek pályázatot benyújtani, eszközbeszerzésre, ingatlan felújításra, gépjárművásárlásra, valamint rendezvényszervezésre.
Erről tájékoztatták az érdeklődőket Kaposszekcsőn, az Innovációs Központban. A koronavírus járvány miatt késett a kiírása, de július 1-től első alkalommal elérhető a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása elnevezésű pályázat, amellyel a kormány kiemelten szeretné támogatni a vidéki civil szervezeteket. Magyarország kormánya elkötelezett a kistelepülésen élők számának megtartása, életminőségének növelése és a települések fejlesztése iránt, aminek eredményeképpen a Magyar Falu Program került kidolgozásra. A 2020. évi Magyar Falu Program egyik új eleme, hogy már kistelepülésen működő civil szervezetek is pályázhatnak forrásra. Jelen pályázati kiírás július 1-től lesz beadható, egészen augusztus 7-ig, erre 5000 fő alatti kistelepülésen működő civil szervezetek pályázhatnak. Mivel Tolna megye 109 településéből 101 település 5000 fő alatti lakosságszámú, ezért nagy népszerűségre számítanak a kiírók. A kaposszekcsői tájékoztatón a szakemberek ismertették azokat a területeket, amelyekre lehet pályázni. 4 modul van. Pályázhatnak ingatlan felújításra, gépjármű beszerzésre, eszközbeszerzésre és programok megvalósítására. Nagyon fontos, hogy minden civil szervezet csak egy modulra pályázhat. A pályázatok beadásával kapcsolatos információs és kapcsolattartási feladatokat a Tolna megyei Civil Információs Centrum látja át Tolna megyében, országosan pedig a Bethlen Gábor alapkezelő. A megyénkben működő társadalmi szervezetek korábban is igen aktívan pályáztak különféle kiírásokra. Ez a mostani 100%-ban finanszírozott, visszanemtérítendő támogatás, és mintegy 5 milliárd forint kerül majd szétosztásra. Civil szervezeteknek a Nemzeti Együttműködési Alap minden évben biztosít központi költségvetéses forrást, programok, illetve működési költségek finanszírozására. Erre a civil szervezetek nagyon aktívan és nagyon nagy számban pályáznak minden évben. Elmondható az, hogy Tolna megyéből is minden évben egyre jobb minőségű pályázatok érkeznek be, és a támogatásokat is egyre nagyobb számmal nyernek Tolna megyei szervezetek. Én úgy gondolom, hogy ezeknek tehát akár a Nemzeti Együttműködési Alap, akár a 2020. évi Magyar Falu Programban nincs szükség pályázatíró cégek bevonására. Ezek nem uniós pályázatok, sokkal egyszerűbb a pályázatok lebonyolítása, elszámolása, nem kell hozzá külön projektmenedzsment, egy alapvető számítástechnikai tudás elegendő a pályázatok beadásához. Azt hozzá kell tenni, hogy ugye 2020-ban már szinte minden elektronikus úton történik, tehát jelen esetben is a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül kell beadni, ahol egy egyszerű regisztráció után a pályázó már meg tudja írni a pályázatát. Egyáltalán nem tartjuk bonyolultnak, és azt hozzá kell tenni, hogy se pályázati díj nincsen, se önerő nincsen. Egy település életét a civil szervezetek teszik színessé. Most lehetőségük van akár a települések önkormányzatát is segíteni ezzel a lehetőséggel. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hiszen azért megnézhetjük, hogy a kis településeken, az 5000 fő alatti településeken kik a mozgatórugók, ugye a civilek a mozgatórugók. Mi településünkön is számtalan civil szervezet létezik. Most nem tudom, hogy ők ki tudnak-e jönni erre a rendezvényre, de nyilván közvetítjük nekik ezeket az információkat. Nagyon szerencsés, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy gondolnak tényleg ilyen mód is a civilekre, hiszen ugye egyre kevesebb volt eddig most már a támogatásuk. Azért a legtöbb település igyekezett őket saját forrásokból támogatni, de mégis ez nem ugyanolyan, mint amikor lehet célzottan pályázni bizonyos területekre. Ez a pályázat ugye szerencsés abból az esetben, hogyha valakinek eszközre van szüksége, hogyha az ingatlanját, amiben működik, akkor fel tudja újítani. Legtöbb esetben ez jó ugye az önkormányzatoknak is, hiszen legtöbb esetben önkormányzati épületekben, ingatlanokban vannak ezek a civil szervezetek, tehát gyakorlatilag ez a pályázat az, ami mindenkinek hasznos. Miben mozgatórugók még a civilek? Ugye rendezvényekbe. És ugye ez a pályázat lehetőséget nyújt arra is, hogy rendezvényeket szervezzenek a civilek, amit amúgy is tesznek, csak hát nyilván nem mindegy, hogy kapnak rá forrást, vagy pedig saját forrásból kell megvalósítaniuk. És ez egy hatalmas lehetőség ebből a szempontból is minden település számára. Vannak olyan kulturális csoportok, amelyek önerő hiány csak az ilyen pályázatok segítségével tudnak működni. A Kaposfalui Szívvel, Kedvel, Lélekkel Egyesület képviseletében vagyok, és a Pögdösödő Foltvaró Klub, valamint a táncos gyerekeknek az egyesüléséből jött létre ez a civil szervezet.
Hát mivel más bevételünk nem nagyon van, ezért igénybe veszünk pályázatokat, elsősorban eszköz használatra. Az előző pályázatban, ami a LEADER program keretén belül volt, ott a gyerekeknek pályáztunk karaktercipőkre a lányoknak és csizmára a fiúknak a fellépésekhez, valamint a foltvarroknak sikerült 2 nagyon profi varrógépet szereznünk, ami erősen megkönnyíti a munkánkat. Szintén a gyerekeknek ott most elsősorban ruhára pályáznánk, táncos ruhára, alapanyagra talán, és akkor mi összevarnánk, és hát mivel eddig csak ez a 2 varrógépünk van, fejlesztenénk a varrógépparkunkat, és még ahhozokhoz kiegészítőket tervezünk, hogy szintén könnyebb legyen. A nagyfokú érdeklődésre tekintettel érdemes a pályázatokat minden előbb beadni, az elbírálásnál a pályázat minősége lesz a döntő. 4,5 millió forintból újult meg a közel 20 éves óvodai játszótér Csíkóstöttősön. A Magyar Falu program keretein belül megvalósuló beruházás mellett más projekt is zajlik a településen. Még kipróbálhatták ezeket az új korszerű udvari játékokat a csíkóstöttősi ballagó óvisok, mielőtt megkezdik az iskolát. A régi balesetveszélyes eszközöket az elmúlt napokban váltották le a nevelési intézményben. A csíkóstöttősi óvoda udvarán állunk most, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hiszen egy nagyon hosszú és régi álmunk vált valóra, mert már elég el voltak korhadva a játékeszközeink, és nagyon-nagyon szükségeltetett most már, hogy egy új játékparkot kialakítsunk. És a tavaly évben sikerült a Magyar Falu program alapján az akkori önkormányzatnak egy pályázatot benyújtani, amit nagyon nagy örömmel sikeresen megnyertünk. A gyerekek nagyon nagy örömmel vették birtokba az összes játékeszközt. Amikor összeállítottuk a játékparkot, akkor arra gondoltunk, hogy minden több és minél jobban fejlesztető, mozgásában fejlesztető játékeszközök kerüljenek az udvarra. A beruházónk, akik ezt megtették, ők nagyon-nagyon szorgalmasan és nagyon gyorsan dolgoztak, és mind egy héten belül gyorsan megcsinálták a parkot. Az udvari eszközöket folyamatosan fejlesztik majd ezután is. Ebben segítő kezet nyújt a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ők támogatják a kisgyermekek nyári táboroztatását is. Több mint 10 éve táboroztatjuk a csíkóstöttősi alsó tagozatos diákokat a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Az idejében is próbáltuk pályázati segítséggel ezt megvalósítani, de sajnos a járványra való tekintettel ugye visszavonták a pályázatunkat, de mihelyest megengedték, hogy feloldották ezt a tilalmat, mi úgy gondoltuk, hogy a csíkóstöttősi gyerekeket el fogjuk vinni a táborba. Így a Német Nemzetiségi Önkormányzat önerőből támogatta ezt a nyaralást a gyerekeknek, nagyon örültek neki, és pénteki napon indultak, és hétfői napon érkeztek, tehát egy hétvégét eltöltöttek. Most már 4. éve a Szupi lovasudvarba egyházas kozáron, és nagyon színes programokkal, nagyon sok kézműves foglalkozással töltötték az idejüket, lovaskocsizással, lovagoltak is a gyerekek, elmentek a közeli Bonyhádra strandolni, nagyon élvezték ezt a 4 napot, és nagyon szívesen mi támogattuk ebbe az iskolai gyermekeket. A településen több nyertes pályázat is megvalósult, és vannak még olyan tervek, amelyre remélhetőleg szintén megkapja a szükséges anyagi fedezetet az önkormányzat. Az időszerű pályázataink között, amik befejezéshez vannak közel, elszámolás pillanatait éljük, az 2 van. Az egyik egy eszközbeszerzési pályázat a Magyar Falu programban 11,5 millió forintért, amivel közterület karbantartásra nyertünk eszközöket, egy 50 lóerős traktort, fűnyíró volt többet, sószorú, tehát amivel el tudjuk nagyjából látni a közterületeinknek a karbantartását. A másik egy számunkra nagyon fontos pályázat volt az óvoda játszóterének a felújítása. Ez egy 4,5 milliós sikeres pályázat volt szintén a Magyar Falu programban. Ez is a végső fázisban jár, már csak a műszaki átadása van vissza ennek, ami egy 20 éves
időszaknak a lezárása volt, mivel a régi játékaink már korszerűtlenek, balesetveszélyesek voltak, megérdemelte ez a kis csapat azt, hogy új játékaik legyenek. Ez egy Béke utcai csapadékvízelvezetés, amire nagy szükségünk van, mert a domboldalról lejövő vizeket valahogy mederbe kellene terelnünk. Nagyon bízunk bent, hogy mi hamarabb értesítenek bennünket, hogy sikeres volt a pályázatunk. Ez 140 milliós beruházás. Hát a jövő évre szép feladat elé nézünk, hogyha ez megvalósul. Ezen kívül adtunk be egy pályázatot még a Magyar Falu programban eszközbeszerzésre, amivel komplettá szeretnénk tenni az idén már beszerzett eszközparkot, mivel egyre kevesebb a munkás kéz, akiket mi be tudunk a faluba vonni a munkába, ezért jobb eszközökre van szükségünk, hogy becsülettel is jó minőségben el tudjuk látni ezeket a feladatokat. A vírushelyzet miatt meghiúsult tavaszi programokat az ősszel megrendezik, és még nívósabbra tervezik, ígéri Csikos Töttös polgármestere. A krízis alatt elmaradt munkák pedig végre folytatódni tudnak. Azt tartják, hogy a tenisz a gazdagok sportja. Ez a mondás már nem igazán állja meg a helyét. A minden korosztály számára elérhető egyéni vagy páros sportágnak meg annyi előnyét ismertették velünk a Dombóvári Tenisz Egyesület tagjai. A tenisz sem új keletű sportág a városban. Múltja több más sportegyesülethez hasonlóan a vasúthoz köthető. A dombóvári tenisz története nagyon régi időkre nyúlik vissza, talán a múlt század közepén, amikor a vasút még itt működött, itt a vasúti sporttelepen vagyunk. Főleg tisztviselők, vasúti tisztviselők próbáltak játszani itt a pályákon, ők is építették a pályát. Majd amikor a vasút megszabadult a sportegyesületeitől, akkor az önkormányzat tulajdonába került a teniszpálya is. A tenisz élet hullámzott, időnként föllángoltak a iránti igények, később alább hagyott. Volt, amikor évekig nem működött a tenisz, aztán újra elkezdődött valami. Legutoljára Kovács László gimnáziumi testtanár nevéhez fűződik a tenisz megújítása, aki az 1990-es évektől először a gimnáziumban, majd később itt a vasúti sportegyesület pályáin próbálta megtanítani a kortársait a teniszjáték alapjaira, fortéjaira. Nagyon sok tanítványa volt, hisz akik itt jelen pillanatban teniszeznek, a 80%-a a tanárútól tanulta meg a játékot. Kovács László gimnáziumi testnevelő tanár néhány éve bekövetkezett halála óta Dékány István vezeti az egyesületet. Jelen pillanatban 27 igazolt versenyzőnk van, azon kívül vannak olyanok, akik pályát bérelnek, illetve hát Gundalason keresztül gyakran vannak olyan nyaralók és ülők, akik érdeklődnek a pályáink iránt és eljönnek a nyaralások időszakába alatt játszani hozzánk. Jelen pillanatban két igazi játszópályánban rendelkezünk, másik kettő is tulajdonunkban van a kórház mellett, csak sajnos az utóbbi időben egy kicsi idősödött a tenisz csapat, inkább ilyen rekreációs jelleggel játszottak a kollégák. Ugye az átlag életkor sajnos az 58-60 év körül van, de örömmel kell, hogy elmondjam, hogy az utóbbi fél évben 4-5 olyan fiatal érkezett hozzánk, akik szívesen űznék ezt a sportot, így az átlag életkor is arrébb tolódott. A tagság részére havonta egy tornát szerveznek, valamint jó kapcsolatot ápolnak a kaposvári teniszezőkkel. És hogy mi szól a sportág mellett, azt elmondta nekünk az egyesület vezetője. Maga a sportág jellegéből adódik, hogy nagyon hosszú ideig lehet űzni, kevés ember szükséges hozzá, ketten, hogy az egyenét ketten játsszák, a páros pedig négyen, tehát nem kell hozzá nagy tömegeket mozgatni. Ezen kívül fizikai igénybevételt is úgy veszi igénybe, amilyen életkorral rendelkezünk pillanatnyilag, és egy nagyon jó szellemiséget fejleszt, hisz jó kis közösség alakul ki, az egymás közötti játékok során is a sportszerűség, a sportbarátság dominál. Szeretnénk, ha a pályáink jobban ki lennek használva. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy napközben
az időjárás miatt főleg, meg hát az aktív dolgozók miatt nem tudjuk a teniszpályákat úgy kihasználni, hogy szeretnénk, de délután 4 órától non-stop foglalt a pálya egészen a sötétedésig. A labdajátékok természetesen bőven megelőznek bennünket népszerűségbe, hisz nagyobb tömegek is mozgatnak, akár a futball, akár a kosárlabda, de egyéni sportágban a karatét is kiemelheten, hisz nagyon szép sikereik vannak, nagyon sokan karatéznek, az pedig ugye egyéni sportágnak számít. De mi igyekeztünk növelni a népszerűségét azzal is, hogy egy időszakban oktatásokat is vállaltunk. A gyerekek nagy része szívesen jött az oktatásra, mindaddig, amíg nem történt egy iskolaváltás. Legtöbben ugye Dombóváról elmennek középiskolás korukba, és akkor utána a számukra csak visszajönnek egy-egy hétvégén, akkor az lehetőség arra, hogy játszanak. Nagyon szeretnénk, ha lenne olyan személy, aki kisiskolásokat is csoportosan tudna tanítani, de jelen pillanatban nem állunk így, nem csak anyagilag, hanem személyileg sem, hogy ezt tudjuk vállalni. A teniszt a gazdagok sportjának tartják. Ma már ez a felfogás is elavultnak számít. Azt mondják, hogy ez a fehér galléros milliómosok sportja, de hogyha végignézzünk itt a háttérben, akkor látjuk, hogy ez most már ma mindenkinek elérhető és megfizethető ez a játék. Törekszünk arra az egyesületnél, hogy egy családias légkör alakuljon ki, mivel már inkább szenior egyesület vagyunk, mint mindenféle generáció. A fiatalokat várjuk szeretettel, nálunk a 30 éves is még fiatalnak számít. Jó lenne, hogyha fiatalítani tudnánk. Reméljük, hogy ez is eljön, de egyelőre csak saját örömünkre rendezzük a rendezvényeket és kupákat és versenyeket is. Tulajdonképpen az egyesület fenntartásához van egy-két vállalkozó az egyesületbe, aki egy kicsit még hozzátesz, de egyébként az alap fenntartásunk az a saját magunk befizetett tagdíjakból áll, illetve hát a városnak egy aktív szerepe van abban, hogy biztosítja nekünk egyelőre még a területet, ahol tudunk játszani egy ilyen idilli környezetben. Az is örömteli egyébként, hogy a teniszjátékosokon kívül nagyon sok idősebb, fiatalabb, középkorú sportolót is látunk itt a Szigeterdőben. Ugye elég szépen kiépült itt a futópálya, most épült itt egy kondi, meg kosárpálya, és nagyon jól kihasználják ezt, ennek örülök. Szeretném, a fiamat is beszerveztem a tenisz egyesületbe tavaly, a egyiket legalábbis, ő is elkezdett játszani a barátjával. Szeretném, hogyha ezt folytatná később is, mert ez az a sport, ami úgy gondolom, hogy kortalan. Itt az átlag életkorunk azért nem olyan fiatal, ahogy mondtam, de itt még mindenki élvezhetően a saját örömére tud játszani. A Dombóvári Tenisz Egyesület szeretné a tagságát fiatalítani, ezért várja minden érdeklődő jelentkezését. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!